A 34. Tatai Mini Maratonnal párhuzamosan egészségnapot szervez a Magyari Zoltán Népfőiskolai Társaság. A Népfőiskola programjában évek óta szerepelnek egészségmegőrzéssel, helyes táplálkozással kapcsolatos előadások. Ezekhez remekül illeszkedik az egészségnap, amelynek programjai a nemzetközi futóverseny eseményei köré szerveződnek. A futóknak 10 óra 40 perctől közös bemelegítést szerveznek, a célba érés után pedig Bacsárdi József, jógaoktató, az Áhi Jóga Egyesület vezetője segíti a sportolók fáradt izmainak nyújtását különféle gyakorlatokkal. Több programmal is készülünk. Egyrészt a maga a rendezvény egy bemelegítéssel fog kezdődni, amit Szabó Anita tart egyébként felkérésünkre, majd ezt követően három különböző helyszínen fogunk jelen lenni. Egyrészt egy szűrősátorra, ami konkrétan a színpad mellett lesz az egészségház közelébe, lesz egy magyari sátor, magyari sátorban lesz egy beszélgetés, ahol kifejezetten egészséges táplálkozással, ennek ökológiai voltával fogunk foglalkozni. Bemelegítést követően rögtön a rajt után Bacsárdi József az Áhi Jóga Központtal várja szeretettel az érdeklődőket 11 órától egészen 2 óráig. Ez gyakorlatilag bárki számára ingyenesen igénybe vehető, mind ahogy a többi programunk is. A mozgás az nagyon fontos szerepe nyilván egy ilyen eseménynek, viszont kevesen foglalkoznak azzal, hogy az egészséges táplálkozás és a helyi termék az milyen viszonyban van egymással. Meggyőződésünk, hogy ez sokkal inkább illene kommunikálni, illetve felhívni a figyelmet. Ezért is gondoltuk, hogy 8 olyan helyi termelőt hívunk meg, akik igyekeznek vegyszermentesen, tudatosan termelni a maguk kis portékáit. Az egészségnap programjának fontos elemeként a Komárom-Esztergom megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának jóvoltából szűrővizsgálatok elvégzésére is lesz lehetőség. A gyerekek mindeközben játékos programokon vehetnek majd részt. Az egészségnap programjait egésznapos vásár kíséri, amely során helyi termelők kínálják saját gazdaságukból származó termékeiket. Ennek szervezéséhez járult hozzá a Tatabányán működő gördülő kosár bevásárló közösség is. A programokhoz kapcsolódóan a Magyar Vöröskereszt Tatai Szervezete véradást szervez az egészségházban, vagyis a régi rendelőintézet épületében. Az egészségnapra augusztus 5-én 9 órától délután 2 óráig várják az érdeklődőket.